Szeretettel köszöntök mindenkit a 2014-2015-ös tanévzáró ünnepségen. Rendezvényünk kezdetén kérem énekeljük el a himnuszt. La 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 la
Betűt vetni megtanultam, itt-ott kemény harcot vívtam. Sorai közt bokladoztam, de az úton nem lankadtam. Ismerkedtem ível, óval, barátkoztam a hangzókkal. Meséket elmondókkal, ki tudja hány furcsa szóval. Év végére többet tudok, már is büszkes, boldog vagyok. Szorgalmasan olvasgatok, ha kell játékot, ott hagyok. A tudásból öröm fakad, biztos pajtás te is magad, bár az idő siet szalad, mit megtanulsz, tiéd marad. Lehet, hogy az új ételt itt lette második a saik produkcióját, akik annyira megszerették a Túró Rudit, hogy csomagolásába bújva ropják a táncot. Során. Nem csak száraz tanulásban volt részünk, hanem izgalmas versenyeken vettünk részt. Jól szórakoztunk a gyermekszervezet rendezvényein. Mindezt Kicska József igazgató úr foglalja össze, majd átadja a megérdemelt jutalomkönyveket. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Mielőtt a kis beszámolómat ismertetném, hadd mondjam már el az ügyes táncosok mentségére, bár én nem vettem észre semmi problémát, hogy sajnos voltak hiányzók, és egy picit itt át kellett alakítani a koreográfiát, de én szerintem ügyesek voltatok.
intézmény adottságainkat már azt hiszem, hogy jól ismeri mindenki, de hadd mondjam el ismétlésképpen is, hogy 1990 óta az alsó tagozatos iskola otthonos oktatás miatt, illetve a felső tagozatban a napközis oktatás miatt egésznapos iskolával működünk szinte. Felmenő rendszerben bevezettük, és most már 8. osztályig oktatjuk a német nemzetiségi kisebbségi nyelvet. Évek óta van lehetőség tanulóinknak a művészeti oktatáson belül modern tánc, néptánc és zongora oktatásban részt venni. Jó kapcsolatot ápolunk a települések civil szervezeteivel. Itt is lehetőség van a színjátszásra, néptáncra, hangszeres tanulásra. Tárgyi feltételek a körülményekhez képest jók. Bár a létszámhoz viszonyítva jó lenne, ha több tanteremmel rendelkeznénk, valamint bővíthetnénk a kisméreti tornatermünket. A német nyelvoktatáshoz szükségünk lenne egy szaktanteremre. A nemrég átadott új könyvtár, a mindenki igény kielégítő konyha és ebédlő sokat enyhített zsufoltságunkon. Tanulói létszámunk állandónak mondható, évek óta olyan 240 fő körüli a létszám. Ez köszönhető annak is, hogy a beiskolázási körzeten kívül településünkről is a mi intézményünket választják. A bejáró tanulóink, mint az, hogy tapasztaltátok, kényelmes körülmények között utazhatnak, hisz saját autóbuszunk több megállóban veszi fel őket. A tágas udvar 3 kézilabda méretű pályával biztosítja a mindennapi testmozgás kielégítését. Az önkormányzat gazdasági udvara és annak létesítményei a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják. Az intézmény közösségéről, a tanulók. Tanuló létszámunk jelenleg 237 fő. A születéseket és az óvodai létszámot figyelembe véve úgy néz ki, hogy ez a szám a jövőben sem fog csökkenni. Alsó tagozaton 7 évfolyam, felső tagozaton 7 évfolyam dolgozik, és ebben tehát az elkövetkező tanévben sem változik ez, hisz 2 első osztály iratkozott be. A pedagógusok. Pedagógus létszámunk 24 fő, ebből alsó tagozatban 13 fő, felső tagozatban és napközében 11 fő dolgozik. Szakos ellátottságunk jó, rajz és ének tantárgyakon kívül mindenütt szakos tanít. Alapfeladatuk a rájuk bízott tanulók nevelése, oktatása, a tantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, valamint a jogszabályban megfogalmazott kötelességeiknek a teljesítése. Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusok nagy szakmai igényességgel, pedagógushoz méltó hivatástudattal, a gyermekek iránti szeretettel végzik tevékenységüket. A megújulás iránti elkötelezettségek bizonyítja, hogy a 24 főből 9 főnek van szakvizsgája. Egyetemi végzettséggel 4 fő dolgozik, 3 fő pedig mesterpedagógusként szakértői tevékenységet folytat, illetve fog folytatni. Képességüket kamatoztatva sokan kiveszik részüket a közéleti tevékenységből és civil szervezetek, egyesületek tevékenységét irányítják. Az iskolai feladatok ellátásában egyik munkakörben dolgozók. A tiszta és biztonságos környezetben való mindennapi munkát 3 főállású takarítónő és 1 fő karbantartó végzi. Munkájukhoz nagy segítséget kapunk az önkormányzattól, aki még 3 fő közhasznú munkát biztosít ehhez a tevékenységhez. A klikken keresztül közvetített karbantartó és pedagógiai munkát segítő alkalmazott is csökkenti a teendőket. Az egyre növekvő adminisztrációs munkát pedig iskolatitkár végzi. Szülőkről. Az iskolavezetés nagyon fontosnak tartja, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a szülőkkel. Tanulóink többségének szülei, érdeklődőek szívesen együttműködnek az iskolával, szinte napi kapcsolat alakult ki közöttünk. A szülői értekezleten ismertetjük az éves munkatervünket, az elvárásokat, és számolunk be az intézmény eredményeiről. Az osztálymunkát szülői munkaközösségek segítik szervezni. A rendezvények fontos szervezői és lebonyolítói. Partneri kapcsolatok. Kiemelten fontosnak tartjuk a beiskolázási körzetben működő partnerekkel való együttműködést. Rozsály Tisztaberek Zajta községek önkormányzata, a Hajnal pedig a Kulturális Egyesület, Német Kisebbségi Önkormányzat, Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány, a Gyermekekért és a Jövőért Alapítvány, valamint Rozsály Tisztaberek Sportegyesülete.
Hát vannak még partnereim, tovább már nem sorolom, ezek voltak a legfontosabbak. Ezek a partnerek segítik az iskolai rendezvények lebonyolítását, és önálló programokat szerveznek iskolánk tanulói. Az iskolánkban folyó munka tartalma, munkafegyelem. A pedagógus munkájának a középpontjában a tanuló áll. Nevelőtestületünk tagjai munkavégzésük során tisztában vannak a felelősséggel, hogy feladatuk a rájuk bízott gyermekek harmonikus, lelki, testi és értelmi fejlődésének elősegítése. Egymás munkáját igyekeznek megismerni, segíteni. Az újra fogékonyak és az oktatáshoz kapcsolódó ismereteket igyekeznek továbbképzésen elsajátítani. Nyári táborozást, erdei iskolát szerveztünk, mert célunk, hogy minden tanul legalább egyszer ilyen programban vegyen részt. Gyakoriak voltak a projektnapok és a közös szabadidős programok, ahol iskolánk minden tanulója és dolgozója részt vett. A pedagógusok összetartását mutatja az is, hogy minden évben közös kirándulásokon veszünk részt, ahol a családtagok is ott vannak. Az éves munkatervű feladatokat közösen tervezzük, és azt mindig színvonalasan végrehajtjuk. Így volt ez ebben a tanévben is. Ragaszkodtunk hagyományainkhoz, és eredményeket megismertetjük a iskolával kapcsolatban állókkal. A tanulók munkáját minden tanévben a külön alapított Maróti díjjal jutalmaztuk, amit ebben az évben is a ballagónál adtunk át. Az iskola munkáját segítő felnőtteket, pedagógusokat pedig egyedi tárgyutalommal ismerjük el. A tanulmányi munka eredményét helyi versenyek szervezésével, körzeti versenyeken való részvétellel mérjük fel. Ezeken a versenyeken tanulóink közül többen eredményesen szerepelnek. Hát látszik itt, hogy roskadozik az asztal a jutalomkönyvekkel és egyéb jutalmakkal, nem sokára már a megérdemelt emberek kezében leszed. Az óvodákkal jó kapcsolatot ápolunk, a leendő elsős tanítók már az óvodában megismerkednek az iskolába kerülő gyerekekkel. De az óvodások is már részt vesznek iskolai programokon, ismerkednek az iskolával. Nagy gondot fordítunk a továbbtanuló diákokra, rendszeresen szervezünk középiskolák igazgatóinak részvételével pályaválasztási szülői értekezletet. A munkaügyi központ által szervezett pályaválasztási kilátásra már évek óta elmegyünk. Az osztályfőnökök igyekeznek segíteni a szülőknek abban, hogy megfelelő középiskolát sikerüljön választani. Az ez évben is visszaigazolt felvétel eredmények is mutatják, hogy minden nyolcadikos tanulónk bekerült abba az iskolába, ahova mindenképpen szeretett volna. Részt vehetnek a tanulók tánc, énekzene, zongora, citera oktatáson is. A természetismereti szakkörben megismerkedhetnek környezetünk élővilágával és a környezetvédelem fontosságával. A sportban is szép sikereket érnek el a tanulóink, hagyományosan labdarúgásban és röplabdában versenyezünk. E rövid kis összefoglaló után szeretnénk most a díjakat átadni. A hagyományoktól eltérően pedig úgy történne, hogy elsőtől felfelé haladva az osztályfőnökökkel együtt adnánk át. Előtte azonban hadd ismertessem már a tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken elért eredményeket. Városkörzeti történelem versenyen két csapatunk indult. Az egyik csapat, amelyet Huszti Tímea, Maros Ildikó, Haraga Máté alkotta, első helyezést értek el. A második csapat Juhos Zoltán, Bihari Zoltán, Farkas Rihárd, 7. osztályos tanulók, negyedik helyezést érték el. Szabó Csengét mondom először, nem azt, hogy hol szerepelt, mert nagyon sok helyen szerepelt és ért el szép eredményeket. Például városkörzeti biológiai versenyen 3. helyezett lett, vagy Kazinci szép magyar beszéd versenyen 2. helyezett, Kárpát-medencei Szilágyi domokos szavaló versenyen 3. helyezett, és városkörzeti szavalóversenyen 1. helyezést ért. Városkörzeti szavalóversenyen Magyar Máté 3. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Szépen szerepeltek a tavaszi szél művészeti bemutatón énekkarosaink,
és citerásaink Huszti Tíme, a Szabó Csenge, Maros Ildikó. A negyedik korcsoportos fiú futballcsapatunk egy kupán vettek részt, és második helyezést értek el. Részt vettek tanulói matematikai versenyen Debrecenben, ahol dicséretesen szerepeltek Huszti Tíme, a Juhor Zoltán, József Csaba András. Fehér gyarmati Kazinci szép magyar beszéd versenyben dicséretben részesült Huszti Tíme és Borbé Havaska. És működött a tanévben egy olvasótábor, akik a Jonatán Könyvmoly képző jó voltából két-két jutalomkönyvet vehetnek át. Anikó tanárnénit megkérem, hogy akkor segítsen már ebbe. És akinek a nevét olvassuk, az fáradjon ki. És ha én olvasom, akkor meg lesz jó úgy. Hát akkor kezdjük. Sebestyén Balázs, harmadik osztályos tanár. Tanárnénihez fáradj oda. Bak Gergő. Megvan. Mércse Lili. Osváth Kinga. Már tapsolhatjuk Nyisztor Gábort. Nincs itt Gábor? Akkor megkapja majd Stojka Levente. Ők ugye negyedik osztályos tanulók voltak. Levente, mint a Bozsikon. Szaporán, igaz. Csoma Lili, 5. osztályból. Mester Lidia, 5. osztályból. Pap Kamilla, 5. osztályos tanuló. Szilágyi Klaudia, 5. osztályos tanuló. Tóth Valentina, 5. osztályos tanuló. Borbély Havaska, 6. osztályos tanuló. És Markos Zsuzsanna, a 8. osztályos tanuló. Tessék mutatni, hogy hova van. Szeres Beáta, 7. osztályos tanuló. Nagy Titanilla, 7. osztályos tanuló. És akkor reméljük, hogy mindenki megkapta a megérdemelt jutalmát. Esperes úr nem tud jelen lenni ezen az évzáron, ezért engem kért meg, hogy a hitoktató versenyen elért eredmény, illetve a versenyen elért könyvjutalmat adjam át. Azt mondja, hogy Ignác Ivetnek, akik a hittanverseny országos döntőjében első helyezést értek el. Ugyanezért az eredményét
Huszti Tímeának. És akkor most az első osztálytól felfelé menően kérem az osztályfőnököket, hogy adjuk át a jutalmat. Kiváló tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért dicséretben részesül Nagy Gréta Mirtil. Lakatos György. Tóth Erik József. Jeles tanulmányi eredményét és példamutató magatartásért dicséretben részesül Szabó Éva Fanni. Juhos Tamás. Gratulálom. Az első B-osztályban kiváló tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért dicséretben részesül Csokai István. Kiváló tanulmányi eredményért Lukács István. Hello. Jeles tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért Pajzu Simon Marcell. Trapás Júlia. Gratulálok. Második osztályos évfolyamok jönnek. Kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szolgalmáért dicséretben részesül Kónya Dorina. Kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és szolgalmáért Bánóczi Jászmin. Markos Noémi. Rácz Erik. Stojka Benedek. Kiváló tanulmányi munkájáért és szorgalmáért Biró Tamás. Kosztja Zalán.
akit én mindig csak Zoltán, Zoltánnak mondok. Simon Attila. Jeles tanulmányi munkájáért dicséretben részesül Biró Bianca. Harmadik évfolyamok díjazása következne. Igen, kiváló tanulmányi munkáját és példamutató magatartásáért dicséretben részesül Batár Ágnes Virág. Huszti Hanna. Karasi Petra. Gratulálok. Fási Máté. Gratulálok. Sebestyén Balázs. Felkészül Magyar Máté. Jeles tanulmányi munkáját és példamutató magatartásáért dicséretben részesül Borbély Álmos. És Bihari Judit, harmadik A-osztályos tanuló. Harmadik B-osztályból kiváló tanulmányi munkáért és példamutató magatartásáért Szabó Attila. Jeles tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért Juhos Viktória. Jeles tanulmányi munkájáért Szarka Viktória. Negyedik évfolyam következik. Jeles tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért dicséretben részesül Bara Jászmin Ilona. És Pajzu Simon Zsófia Petra. Thank you.
kiváló tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért Sztojka Levente Csanár, 4. B-osztályos tanulmányi. Jeles tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért Osváth Kinga. Tóth Zoltán. Lakatos Evelin. Mércse Lili Rita. 4. B-osztályos tanuló. Ötödik osztályos tanulók, figyeljenek! Jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért dicséretben részesül Nagy László. Pap Kamilla. Kimagasló tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért Csoma Lili. Mester Lídia. Nagy Viktória Boglárka. Szilágyi Klaudia. Sztojka Dominik László. Tóth Valentina. Hatodik osztályfőnökeit kérem. Kiváló tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért nevelőtestületben, testületi dicséretben részesül Borbé Havaska. Magyar Balázs. Lakatos József Edgár. Jeles tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért Borsós László, 6. B-osztályos tanuló. Juhos Fruzsina. Hatodik B-osztályos tanuló. Hetedik osztályosok, figyeljenek nagyon. Jeles tanulmányi eredményét osztályfőnöki dicséretben részesül Juhos Zoltán.
kiváló tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért igazgatói dicséretben részesül Seres Beáta. Maros Ildikó. Nagy Titanilla. Kiváló tanulmányi munka eredményéért és közösségi munkájáért nevelőtestületi dicséretben részesül Szabó Csenge. Huszti Tímea. Hetedik B-osztályból kiváló tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért igazgatói dicséretben részesül Huszti Bianca. Ignác Ivett. Kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért nevelőtestületi dicséretben részesül Osváth Barbara. Stojka Boglárka Anna. És végül a iskola gyümölcsöt szállító Tisztaberki 10 rajzversenyt hirdetett, annak az eredményét, díjait adnánk át. Azt mondja, hogy Bánóczi Jászmin, második osztályos tanulónak. Nagy Viktória Boglárka. Maros Roland. Hát adtál be rajzot, igaz? Hát akkor... Külön díjban részesül Magyar Máté, harmadik osztályos tanuló. Gratulálok! Kedves vendégek, azt hiszem, hogy szép számú tanuló kapott itt ma jutalmat. Gratulálok én is nektek, és bízom abban, hogy a következő évben is ezt az eredményt, vagy még jobbat is el fogtok érni. Hosszú ideje iskolánkban jelen van a művészeti oktatás is. Diákjaink zongora és modern tánc tanszakon képezhették magukat. Közülük mutatja be tudását Borbély Havaska, 6. osztályos tanuló. Zongorán Mozart török indulóját játssza. Thank you.
már-már elköszöntünk nyolcadikosainktól, de tánctudásukról most szeretnélek számot adni. Búcsúkeringőt táncolnak a Titanic című film zenéjére. Rendezvényünk végén mindenki az osztályába vonul, ahol átverti osztályfőnökétől az éves munkáját tükröző bizonyítványt. De előtte még hallgassuk meg Mentovics Éva Vakáció című versét Huszti Hanna és Magyar Máté előadásában. Mentovics Éva, Vakáció. Hol cselengtél, te kis kópé? Késtél? Jól, úgy vártalak. Jól esik már elnyújtozni itt a lombos fák alatt. Nem kell tankönyv, írk a táska, pihen most a csengetés. Rengeteg a tennivalom, felsoroljam? Nem kevés. Holnaptól már nem kezdődnek oly korán a reggelek, s ha kirúg az ágy magából, komótosan felkelek. Vár a bitaj, tollas labda, képregény a könyvtárban, cseresznye és véndiófa csalogat, hogy megmásszam. Zöld pázsiton hempergőzöm, pillangókat kergetek, kifülkészek a környéken minden árnyas rejteket. Majd a strandon kipirultan, sikoltozva dalolva, vízi csúszdák ördögekén csusszanok a habukba. Jó, hogy itt vagy, Vakáció, nézd, mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velünk nyaralsz, szeptemberig itt leszel. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek aktív, pihenést, tartalmas nyári vakációt. Viszlát szeptemberben!